A program nevéje az hülyen közös zenéléssel indult el, a Berkeszi Gyermekvédelmi Központ a Zene az kell című projekt záró ünnepsége. Program 2014-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság kitartó munkájának köszönhetően és sikeres pályázat elnyerését követően a megyében valósulhatott meg először. A prevenciós programban elsőként a Máté Szalkai, másodiként a Tiszadobi, harmadiként pedig a Nyírbogáti Gyermekvédelmi Központban nevelkedő fiatalok vehettek részt. Elsősorban zene, tánc oktatással kívántuk a gyerekeket kvázi lekötni és egy olyan értelmes elfoglaltságot találni, amivel helyes útra tudjuk őket nevelni. 2017. októberében a Berkeszi Intézmény is csatlakozhatott a projekthez. Itt a gyerekek oktatását több szaktanár is segíti. Egy zenetanár, egy énektanár, egy tánctanár és a dobtanár, illetve a gitártanár, tehát 5 tanár van, és egy 8 gyerek az, aki aktívan részt vesz. Hát sajnos van olyan is, aki időközben meggondolja magát, néhány foglalkozásra nem jön el, és utána újra bekapcsolódik. A program 4 éve működik sikeresen, ezt már Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mondta el. Az intézetek elmondják, hogy a tanulmányi eredményen a magatartásoknál, az engedély nélküli eltávozások terén jelentős és számszerűleg is kimutatható méretű változások következtek be az intézet területén. Tehát úgy gondolom, ez a program elősegíti azt, hogy mindenki bármilyen nehéz helyzetből indulhat az életbe, megtalálhatja saját elképzelésének megfelelően a kivezető utat. Garambölgyi László dandártábornok szerint elsődlegesen nem az a cél, hogy tehetségek legyenek felfedezve, hanem hogy a gyerekek értelmesen töltsék el a szabadidejüket. Ezért 2018-ban nagyobb keretet fordítanak a programra. 4 éve, akkor még 5 millióval, de hát ugye azért szélesedik, igényesebb. És ugye 2 lehetőség van, az egyik, hogy a tanuláshoz szükséges eszközöket, ugye vettünk gitárt, szintetizátort, dobfelszerelést, biztosítjuk, ugye ezek azért több milliós tételek, és fizetjük a zenetanároknak az óradíját. Most ugye ebben a 2017-es projektben mind a kettőt megtettük, ebből jött ki a 10 millió forint. Az otthonokban nevelkedő gyermekeknél teljesen más pedagógiai rendszert kell alkalmazni egy tanulási folyamatnál. Hangsúlyozta Lakatos István, a Zene az kell projekt szakmai koordinátora, aki hozzátette, a tanároknak elsősorban azt kell elérniük, hogy példaképek legyenek a gyerekek előtt. Más pedagógiai rendszert és szisztémát kell kiépíteni, és csak úgy működik, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ők sokkal több szeretetet igényelnek, mint egyébként adott esetben egy olyan gyerek, aki zeneiskolába tanul, és otthon várja őket a családjuk, és otthon ösztönzik arra, hogy tanuljanak és gyakoroljanak. Bár ma a projekt záró ünnepségét tartották a Berkeszi otthonban, a program azonban nem ér véget, hanem a jövőben is folytatódik tovább.